Három hetes szünet után ismét munkába álltak a Hladás labdarúgói. A játékosoknak nem volt sok idejük arra, hogy pihenjenek, feltöltődjenek, de ennek ellenére valamennyien nagy elszántsággal kezdték meg az edzéseket. A tervek szerint a csapat végig Szombathelyen készül majd a szezonra, ahol várhatóan heteken át komoly hőségben kell majd tréningezniük Halmoséknak. Én azt gondolom, hogy ez nyárhoz képest a három hét pihenő az még hosszúnak számít, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez elég volt, legalábbis nekem biztos, hogy elég volt. Én abban két hetet aktívan pihentem, nem is voltam Szombathelyen, külföldre utaztunk a családdal, úgyhogy nekem elég volt fejben mindenféleképpen. A több új érkezővel is megerősített szakmai stáb jelenleg közel 30 játékosnak tart foglalkozásokat. A keretben természetesen vannak olyan labdarúgók, akik próbajátékon vannak a Haladásnál. Mésző Géza vezetőedzőnek konkrét elképzelései vannak arról, hogy milyen posztokra szeretne igazolni. Tudjuk, hogy augusztus 31-ig van az átigazolás, addig még sok minden történhet. Érkezők tekintetében nagyon szeretnénk egy támadót leigazolni, és legyen az külföldi akár. Ez az elkövetkezendő napoknak és a heteknek lesz majd a feladata, hogy ezt jól kiválasszuk. A Haladás július 15-én a bajnoki címvédő Budapest Honvéd otthonában kezdi meg az új szezont. Azt megelőzően azonban még több edzőmérkőzés és a már hagyományosnak mondható szombathelyi királykupa is vár a csapatra.